Szevasztok, kicsit messzebb vagyok, hallotok? Mindegy, akkor megyünk most. Három meccs, rendes adás, holnap meg akkor rövid. Fortuniners Browns mai téma sorra került, tessék, bevállalós taktikával jelentkezett a Cleveland, már a bemelegítésnél uszítás, kekeckedés, ott elkezdik összeverni a képzett öböl lakókat lánccal. Hát most mi más tudnának kitalálni, ugye? Mindig kerülni kell ezeket a meccsen kívüli lökdösödéseket, mert minden csapatban van egy gyakorló csapatos játékos, aki a 16-ból a 16-dik, és akkor így alá tud vetődni a Pro Bowlernek az utcán szerzett rutinjával. Szóval a terv amúgy erős lábakon áll a barnáknál. Kiütik a meccsből a Trent Williams, McCaffrey, Debo, és hogyha ez nem elég, akkor Stefanski lehet még a Shanahan térd alatt fogja blokkolni, azt akkor végképp mindenkit kiszedtek, aki veszélyes lehet. Amúgy fehérben vannak a barnák. Még a logóban lévő kobold ruháját is átfestették. Nem menő egyáltalán, még miatt valaki azt mondaná. McCaffrey kezébe kerül a labda. Nem hiszed el, de elkerüli a védőket és elfut messzire. Free play. Ők így szereznek sok yardot belőle, adod a futónak, jó? Newsom. Belelöki a bútorok közé a vonalon kívül. Nincs baja, marad benn. Zadarius elkapja rácsánál fogva McCaffreyt. Megjön a kedve, akkor Christiannek hazamenni. Köszi, ennyi elég volt Clevelandből. De menj vissza, Chris. Jó, visszamegy. Shovel pass. Beviszi testben. Jó, dobta Purdy. A shovel pass, igen. 15. derbi egymás után, ahol touchdown szerzett Christian McCaffrey, beérte ezzel a legendákat. O.J. Simpson, John Riggins, és már kevésbé híres. Hát eldőlt ez a meccs, kérlek. 7-0, tudtuk előre eldőlt, mert PJ az irányító a másikaknál. Kareem Huntnak passzolgat, és hát Elijah Moore is hajlamos némi jakra. Akinél a jobb playmakerek vannak, az nyer. Cleveland, San Francisco, nem ez alapján, de. PJ vizsgálja a pályát, első olvasása Cooper, nem jó, második Warner. Neki megy a labda, csak az a baj, hogy a Ninersbe van. Visszahordja 26-osra. Hát még jobban eldőlt ez a meccs. Joker elgázolja McCaffreyt a backfielden, 8 yard minusz, false start, 3. és 23, Debo csak annyit lazít, hogy Moody rúghasson 54-ről. Túl korán választották, kiabálnak Clevelandben, Cade York mezben. Mellé csavarja Moody. Az idei első hibája még csak. De hát belefér, nem lefutott meccsen. Bele. Ráadásul messziről. Á, jó, hát nincs fel, semmi baj. Második drive-ban jön el az idő, amikor azt mondja Stefanski, hogy inkább a Wildcat, mint PJ. Kicsit esik is az eső, most már hangulatba jönnek a fiúk. Goodwin, bosszú end around. Bejön nekik. Idén először csinál valami hasznosat Marquise. Njokunak screen pass beviszi touchdownra 37-ről, mit neki egy kis tábortűz az arcára, de nem érvényes Tellernek a holdingja miatt. PJ Walker, ez a teljes neve, Walker. Rettentő pontatlan a sárga vonalon túlra, marad akkor a field goal pass Cooper. Bejön a rutinos Dustin Hopkins, és mellé rúg 47-ről. Benne van a meccsben nullázás, természetesen, hogy a Cleveland már nem nagyon szerez többet ennél a nullánál, amit ott beírtak nekik. Purdy előre lépdel, kifut oldalt. Őszinte meglepetésére nem vágják térden csavarkulccsal a sípszó után, sőt, még a Burford nyúl bele egy védő arcába. Állatok, kiabál be a clevelandi drukker. Ezek a Ninersiek, ide jönnek, hallod aztán? Sportszerűtlenül fociznak. Elítélik ele felé. Mélységi felderítés, Ayuk helyett Denzel Ward ér a labdába. Hát az első ember idén, aki levédte a paszt. Álljuk ellen. Pont. Jerome Ford nagyon küzd a yardokért, ebből olykor veszítés jön ki, yard veszítés. A levegőbe képtelenség mozgatni a labdát, ez itt Cleveland. Pont. Még csak a második negyed, de már nagyon sír a labda. Ray
sweep, sweep. Forgás, Purdy, Ayukhoz illeszt, viszi a labdát, átugorja Emersont, villogás. Földön közelednek, McCaffrey beír a vörösbe, fullback mögött futás, na itt vagyunk, igazi futball. Harmadikra passzolás McCaffreynek, leszereli Thornhill. Rúgás 25-ről, 10-0, behozhatatlan tényleg, ez a Cleveland, ez hogy hozná be? PJ-vel. Cooper kifújja Lenornak a lábát, be tud menni mögé, amíg ül a védő. PJ eltalálja, 58 yardra hozták ki. Ez mindig segített az underdog csapatnak a vakszerencse, hogy esetleg elájul a védő. Hát látod? Utána jön a rendszer szintű siker. Pár jó futás, harmadik és egyre. Bryant megy a sneakre, átveszi a snappet, tosz. Kareem Hunt befut 16-ról. Ekkor a felelősséget csak a kedvenc játékosára bízna rá Stefanski, az a Harrison Bryant. Lettek pontjaik. Úgyhogy itt már az erkölcsi győzelem megvan a Clevelandnek. 7-10. Szép eredmény. Ray McLeod veszi át a sérült Debo szerepét. Ugyanazok a játékok, kicsit más megvalósítás. Jobb vagy rosszabb, mint a Debo? Hát kicsivel rosszabb. De ilyenkor van szükség Jawan Jenningsre, aki hozzáteszi az egy darab first down-t mindenfél időben. Mindezt már a Cleveland tér felén. Purdy remek dobás lőtávolságban, csak labda nélkül. Tehát maga a mozdulat, ha benne lett volna kezében a labda, biztos, hogy pontos, de így fumble. Belerakják a szatyorba, aztán pont. Megúszta a Cleveland hazai esőnek köszönhetően itt a pontszerzést. Megúszta Niners a labdavesztést. Ugyanezt az időjárást küldik majd novemberben a másik kiskezűre, Kenny Pickettre, jobb, hogyha készül. Másfél perc, szekkelik PJ-t. Elindul a labda, de csak az incidens után. Shanahan kikéri az időket, hogy fél percnél pantolni kelljen. Bohorkez átrúgja az egyik tízesről a másikra. Jó, akkor térdelés. PJ kezd, harmadikra elkeseredett ívelés Cooper felé, túl magasodik Wardon, leszedi, belül marad a clevelandi oldalvonalnál. A társak spontán bulit csapnak a látványtól, amit ott bemutatott Amari Cooper joggal. Arcon pörgés, közben folytatódik a támadás. Bootleg, Njoku kapja, first down twist természetesen. A mezőny legjobb játékosa, saját kalkulálása szerint David. Ez nem változott ezen a héten sem. Múlt héten is én voltam, azelőtt is. Úgy nézem, ezeknél is jobb vagyok sokkal. Jól van, ugorját valaki, David. Szomorú arcok Clevelandben, amikor le kell menni, mert nem tudták megfordítani az állást. Hopkins 42 jaros egyenlítése, mert nem is igazán nagy eredmény. Azért a meccs végén jó lenne az X, nem? Purdy passzát, hátra ugorva deflektálja Joker. McCaffrey futására odaér Gerett és Delpit, harmadik és 11. Chalén jön ki Purdy kezéből a Lastex. Interception MJ Emerson. 38-asra áll be a Browns. Elvették a labdáját a Purdynek, hihetetlen dolog. Hogyan nyerhet a Browns? Elveszik a labdát. Oké, nézzenek oda. Mert a Purdytől nem lehet elvenni, esőbe el lehet venni. Donovan, Peoples Jones holding, hát az nem segít. Futás, se. Mert mínuszba leszedi Ferrell. Randy Gregory is aktív Ninersnél, jön az első szekje, első meccsen. Szegény Gregorynak távoznia kellett Denverből, és akkor egy változatlanul magas fizetéssel a 49ers játékosa lett. Neki ráadásul januárban nem kell majd játszani, mert addigra kirúgják, vagy eltiltják. Szóval win-win. Pont. Purdyre odaér a blitz. McCaffrey nincs bent, hogy checkdownolhasson neki. 3. és 19-re a pont futást is mínuszba leszedi az okoronkvó. Sose látott szinten a Cleveland D kerítés. Special team szabálytalanság után a San Francisco 45-ösről kezd támadni Philip Walker. Kareem Hunt kiharcol egy first down minimális helyen. Nincs benne több a játékukban. Hopkinsnak 46-ról így is kötelező betalálni. Vezet a Cleveland. Nagy meccs. Már Trent Williams is bajba van. Holding. False start. Purdy csúszik nullára. Trófutás. Jöjjön a Panther. A Browns
Most a saját tér feléről indul, nem is tudnak sokat menni, visszarúgják, nem az offense dolga megnyerni a meccset, tehát ők már tettek eleget, 13-10, ne vicceljél. Pördi, pörget, Ajukhoz, nem bírja megfogni, ez most egy ilyen nap. Hiába céloz neki akárhová, nem ragad Ajuknak a labda. Three and out. Tekerni az órát a Cleveland, Njoku második first down-ját veszi el a zászlós ember. Cooper és Lenore harcolnak, a védő nyer, most Cooper botlik meg, tisztáljon a labda így a védő felé, pick. Visszafut a 8-asra. Jordan Mason befut egy érintésből a gangstereknél, 17-13. Hát ezt nem lehet behozni. Kis gyenge Cleveland offense-nek, azért próbálkoznak. Hunt-tal, Njoku-val, Ford bemutatja legjobb futását a napon, Gregory futásáren is megjelenik, nézd a... Van kedved játszani? Denverben mi volt a baj? Hufanga kergeti PJ-t, harmadikra nullák az órán, de mehet a passz, elengedik a bírók. Feljebb megyek 4-4-re. 4-4, megoldja David Bell, ki más? Cooper vs. Lenore. Mind a kettő indul, egyik se csúszik el. Hát akkor az elkapás. First down. Nick Bosa-val eddig bírtak, most már odaér, hatalmas szek. Mezőnygóra kárhoztat. Hopkins szépít 50-ről, maradt 3 perc, 21 másodperc. Owosu Koramoa nevezett Joker odaér Pördire, Granding. Gyorsan gödörben a drive, egy play kellett hozzá, gödörbe kerültünk, mester. Harmadikra is odaérnek rá, szeg helyett az incomplete paszt választja. Ez így egy gyors three and out. Jöhet PJ fordítani saját 26-ról. Dob 3 sikertelen, de Gibson hozzáért a védtelen elkapóhoz, miközben el akart kapni, azt mondja, zászló. Annyit kér Wilkes edző a védőktől, San Francisco-ból, hogy ne érjenek hozzá az ellenfélhez. Így akkor Ford tud futni egy jót, de Ward mégis hozzáér a Cooperhöz, saját szakállára, zászló. Jerome Ford jelentkezik egy 22 yardos futással, páholyban a Cleveland, PJ kiforog, bevág egy labdát a célba, majdnem a védőnek. Jobb lett volna, ha lefekszik PJ nyilván, de ő nem gondolja magát rossz irányítónak. Azt hitte, touchdown passzol majd, hát mit gondolt volna? Túl korán passzolta volna. Végül is Hopkins mezőnygól túl korán, szintén. 1 perc 43 maradt. Mindannyian tudjuk, hogy 1.40 alatt biztos, hogy átmegy rajtuk a Brock Purdy. 9 jó passza volt a meccsen, de majd most. Hol van Jennings a fél időnként egy darab elkapására? Elhúzza Emerson, hát ez is számít. Mozog a lánc. Ájuk, legalább egy kis baby jakot hívjál már elő, annak a hátán vágtass el Emerson mellett, megcsinálja. Jennings azt mondja, a zászló az nem számít. Tessék nekem dobni, elkapom egyszer. Igaz. Harmadik és kettőre. Megágy az a rúgónak. 9 másodperc. 41 yardról. A draft top 100-as tehetsége Jake Moody jön be, ezt a John Lynch mondta. És a kapu bal oldala mellé helyez. Kikapott a 49ers. Az 1972-es Miami Dolphins leszámítva minden bajnok kikapott valamikor, egyesek többször is. Szóval előfordul az ilyesmi. Itt most extrém körülmények voltak, és egyébként a fontos emberek elvégezték a dolgukat a végén. Tom Brady is attól lett clutch fiatalon, hogy a Vinatieri berúgta győztes gólt. Különben senkit sem érdekelt volna, hogy mi volt a drive-ban. Szóval esett, sérültek voltak, a Browns D. Liga első, ők nem fognak szembe jönni a Super Bowl-ban, emiatt nem kell izgulni. Indulat az újabb széria, egymás után legalább 16 győzelem. Kinéz a San Francisco-nak. Brownsnak ez hatalmas siker, Deshaun Watson nélkül. Azért merem remélni, hogy ő többet tett volna hozzá. És kevesebbet veszel, mint a PJ. Minden esetre a védelem hozza azt a szintet, amit kevesen. És ellentétben például a Jets-el, itt a quarterback is rendelkezésre fog állni nem sokára. Ergo, akárki ellen van esélyük nyerni. Főleg a szabad ég alatt. Idén egy meccsük lesz Los Angelesben, és egy Houstonban, a többin mehet a sárdagasztós foci, hát alig várod. Eközben az állam déli részén egy másik
nyugati gárda érkezik, egy olyan nyugati óriás, Seahawks Cincinnati-be. Nagyon frissek a Seahawkok, felépült Charles Cross támadó falba, mégis Luckettnek megy az első labda, nem futtatás, hát a korai Carroll korszakban ilyesmi nem fordulhatott volna elő. Főleg, hogy a Cincinnati D az idén nem remekel futás ellen, szóval gyorsan bemelegítik a K9-est és Charbonnet. Elkapásban is megvillan Kenneth, ez a teljes neve, Kenneth Walker, a harmadik K-dub. Noah Fent kezdi kiszorítani Dislit a búcióból, az szomorú nekem. Harmadik és négy, Penge kapja. Minden harmadik kísérletre azt vártam, hogy ő kapja. Erről 100-ból ez az első, de elfogadod. Biztos az OH jó levegő teszi, hogy sikerül neki most belépni a játékba. K-dub beverekszi magát az ötösen belőle, Nick Scott szabálytalan a célterületen, hát akkor Walker TD közelről, erős drive nyitásképpen. Joe Mixonnal indul neki a motorcsónak versenynek a Bengals. Jó hírt kaptak, mert Higgins fájós bordával is beáll. Hát Cula azok után, hogy a Burrow görbe botta irányít, rinyálásnak helye nincsen. Ó, Irv Smith kapja a labdát. Fiúk, ez egy nehéz meccs lesz. Irv Smith vonzza magának a célba vételeket sajnos, nem úgy, mint múltkor. Mixon elejti a labdát harmadik és kettőre. Coach Taylor támad a logóban. Clear eyes, full hearts, neutral zone infraction. Oké. Okay. Boyd ellép Wagner mellől, aki lehet, hogy már csak a második legjobb Bobby nevű linebacker a ligában okerekei kivarágzása miatt. Jamal Adamson is túljut a slot receiver. Oda néz. Higgins előkerül a vörösbe, 9 yard után lemegy, első az egészség. Jamar Chase csak egy yardosokkal keresik, hát azokat azért meghozza. Boyd touchdown a vége, jön a válasz a kihívásra, 7-7. DK Metcalf felé megy a play action gránát, Taylor Britt hatástalanítja, civilben tűzszerész. Második és 10, K9, futás, nem egy analitika barát hívás. Harmadik és 3, bent van checkdown a DJ Dallas, leszerelik nullán. Gino nyakára is odaértek, 3 and out. Tudja-e ezt is másolni a Bengals? Társadalmat le tudták másolni, de vajon a pontot? Nem, mert beugranak a védők. Free play, Jamar idő. Lerázza Vulent, aki jobb atléta, de kevesebbet tud a sportról. 30 yardot nyernek ezzel. Térfélcsere, Jamar újra kibújik két védő között. Burrow zsinorban 10 jó passz, 10-et az Brown viszi el, a futó. A keresztnevét nem merem mondani, mert zavaró. Mixon beüt az ötösen belőle. Touchdown, Andrej Princeton Josivas, akinek születésnapja van. Meccs után ő fizet. 14-7. Jamar, neked mikor van a születésnapod? Hát március 1. Akkor te nem fizetsz sose? Hát nem, én csak iszok. Charbonnet hozza előre a Seattle. A coverage jól működik. DK pedig túlzott keménység. Próbálja magyarázni a Sporinak, hogy hát nála ez az átlagos keménység. Főnök, fogja meg a bicepset, nehéz neki finoman játszani. Második és 21. Gino átdobja Avuzier feje fölött, pont a vödörbe, amit Luckett maga elé tartott. Mozog a lánc. Gino-t és K9-et már a backfielden abajgatják. Quarterback esetében ez nem olyan nagy szó, mert ő ott él. Harmadikra coverage sack, Logan Wilson. Hárman is távolra mennek útvonalra, de nincs annyi idő, meg hely, mint kéne, pont. Burrow nagyon jól van. Osztogat hevesen. Vulen nem győzi szerelni az elkapókat. Továbbra is tart a sikeres passz széria, 15-nél tartunk, de Boydot időbe szereli Adams, 4. és 1-re pont. Charles Cross felér a második szintre, kiszedi a linebacker, egyenes vonalba tud futni Kenny Walker. Csak a safety állja útját. Metcalfet bevezénylik a hashmarkok közé, ott is felismerhető, adja neki Gino. Mélységére nem ér oda Luckett, és K9 is nehezen bontakozik ki. Egy Gellert kapó labda után szerencsések, hogy nem lett interception. Myers szépít 55 yardról, 10-14. Marad 43 másodperc, Chase nem kapja el a labdát Vulen mellett. Ez egy újdonság a meccsen. Higgins-től kifejeli Trey Brown.
harmadik és 10, Novosu sürget, fellép Burrow, jaj, az nem jó, visszamenekül, eszébe jutott, hogy csak rejtett atléta rossz vádlival, inkább dobok egyet nyomás alól. Hová is lehet? Sehová. A fenébe. Pont. Cam Sample Sack a félidő végén. Mehetünk narancsér. Cincinnati kezd Trey Brown-ra, pikkel Burrow, keresi az emberét, van ellene védelmi pass interference büntetés, de van egy pick is. Interception hivatalos nevén. Chase reklamálja a kontaktot nyilván. Gino megmutatja klasszisát és azonos mezeseknek indít. Nem úgy, mint ez a Burrow. Lackettnek és Metcalfnek. Hát várja, hogy valaki szabaduljon el a labdával. Utóbbi teszi meg. K9 futásánál rácsot húz a Bengals. Harmadik és 8. Bobo menti meg a csapatot nyilván. 23 yarddal sokkolja rendszert. Büntetés után távolról kellene a gólvonalon túlra menni. A két Smith játszana össze, de Njigba elől elviszi Gino passzát Mike Hilton. Arról volt szó, hogy nem adod el. Gyengén helyezett labda. Az idei második turnover a Seattle részéről mindössze, annál jobban fáj viszont. A 3 yardról indul a Bengals buli, Chase-től kiütközik egy labdát Spoon is. Hello Devon, te is játszol? Cornerback vagy, nem igen kerülsz képernyőre, az jó jel? Higgins jobban boldogul a Love ellen. Burrow kanyarog, Jaren Reed a földre csalogatja. Draymond Jones is odaér rá, miután kívülről beszakadt a zseb jobbról balról. Pont. Izgi visszahordás DJ Dallas-tól Cincinnati 43-ra. K9 közelít, kicker melegít. Bobo újra üresbe kanyarodik, jön a labda. Túléli Dex Hill orbitális ütését. Kicsit sisakkal is hozzáért, így nem tökéletes, ugye helyett akkor zászló tenger. Szegény Bobo, kicsit üljön le. Hatoson a labda. Nincs esélye előre menni a Walkernek. Joe bácsi is benn van a védekezésben, ez kivételesen nem egy becenév, és semmiképpen sem Burrow. Harmadik és gól, Lackett várja a sarokban a labdát, előklözi a Taylor Britt. Ez nem az ő útvonala. Metcalfnek vagy jobb lett volna, vagy a Bobónak. Gino-nak eszébe se jutott underneath passra megnézni a Smith-Njigba. Tehát akkor legyen field goal, 13-14. Burrow előre mocorog, nézd milyen jól van. Harmadik és egyre Mixonnak kéne átvetődni, de egy rövid hasas a megoldási terve, az nem elég jó. Pan. Gino indít pengének 10 pluszos labdát, természetesen élőhelyére, zónák közé, sikerül. Így, hogy Bobo tápolják, több lehetőséget kaphat a kicsi. Carol ott van Bobóval, fogja a kezét, minden rendben lesz Jake. Metcalfet keresi Gino, nem egyezik a véleményük az útvonalról, az baj, Taylor Britt leszedi, visszafut vele, interceptionnel, a Seattle 34-esre. Chase-szel focizna Burrow, de Spoon hátáról lepattan a labda. Látod, hogyha nem figyel, akkor is deflektál. Irv Smith elejti, jól van akkor. Tanulgatjátok már a tight end prospektek nevét, Cincinnati beliek. Lehet, hogy nem kell. Elég annyit tudnod, hogy Marshall Martin. Field goal 52-ről beveri Evan McPherson. Gino nem talál embereket. Checkdown van, vagy az se, és kidobja. Esetleg a Parkinson, de Parkinson nem old meg egy drive-ot egymaga. Micsoda remek védekezés, így is mondhatnám. Pont. Jamar slotban possesszál. Arról már rég letettek, hogy ma legyen tőle explozivitás. És futás sincs, mellékesen, Bengals offense. Valahogy menjen el az idő, és érjen véget a meccs. Sok van még, Maffé odaér egy szekre, úgyhogy Pantol Robbins. Gino és DK ugyanarra az útvonalra gondolnak. Elé teszi a quarterback, 30 yardot nyernek. Taylor Britt későn éri be. Play action, megindul Smith. Kendőzött atletikusságból 10 yard. Ez a teljes neve, Gino Smith. Ráhívnak egy drót is, hát az már túlzás. De Metcalf marad agilis, bejut a hetesre. Hátra menekül Gino, Zach, Hendrickson.
aztán Hubbard sürgeti másodikra, harmadikra Smith & Jigba közelít eléggé, hogy Carroll támadni akarjon negyedikre. Tudjátok milyen Pete? Az ő gyomra nem veszi be a rugdalózást. Hatostól indít egy play-t a fordításért. Van még két időkérésük, szóval a 3 plusz 3 pontos verzió is sok edzőt érdekelne, de nem Carrollt. Carroll azt mondja egy playből. Jó, Gino-t szekkeli a Hubbard. Az első Bengals play után jön a 2 minute warning. Egy időkérést kicsalnak Carrolltól, de egyet megkímélnek, mert Burrow előrevág egyet Higgins felé. Trey Brown védekezik határértéken, nem tudja befejezni a Hóri Horgas az elkapást. Ezt a meccset megnyerni valahogy a Seahawks, akkor nagyon durva bírózás lenne a csíkosak részéről. De hát kell még egy touchdown a Seattle-nek ehhez, ahhoz legalább egy nagy play nem ártana. Tyler Lockett meghozza, a mély safety-vel egy vonalba érkezve 36 yardot szed le. Tehát a neheze megvan, már csak a 11-esről kellene egy perc alatt touchdown szerezni, az nem lesz túl korán. Dex Hill belevetődik egy paszba, K9 futása semmit se ér, harmadikra csak elhajítja Gino, mert odaér a blitz. Negyedikre BJ Hill ér oda a többek között, és nem enged a Bengals D passz kísérletet se. Ők nyertek. Két erős csapat találkozott, és az nyert, aki jobban rá volt szorulva a W-re. Visszamásztak 50%-ra Burrow-ék. Nem sok a pontmennyiség, de eleget mutattak az erőből, hogy továbbra is, vagy újra, faktorként számoljunk velük a playoff mezőnyben. Azért Seattle nem könnyű nyerni, de tény az, hogy nem volt ez egy magabiztos siker. Az Seattle-nek jobban belefért a löbetű, főleg AFC csapat ellen, ugye, ezzel a játékerővel, amivel bírnak, és esetleg picivel kevesebb hibával, a maguk menetrendjében jó százalékkal végig tudnak majd menni a mezőnyön. Más csoportok csapathaival megyünk tovább. Dolphins, Panthers, Bradley Chubb Miami-ből átjut Ekwonun, földbe állítja az ifjú tehetséget egyből. Bryce Youngot. Újabb nehéz nap az irodában valószínűleg. Shenault nem segít eleget. Three and out. Induljon a pontzápor, na jön a Miami. Vadul és Mostert is hiába próbál előre jutni, halljátok semmi. Nézzenek oda. Pont. Pedig nekik volt eddig a legkevesebb pont. Na akkor Bryce Young megtalálja Adam Thielent. Ha explozív játékokra vágyik Miami népe, akkor majd ők megadják Adam Thielennel. Harmadik és hat, ott is. Hiába követi árnyékként Apple a nagy öreget. Tartalékos a Panthers támadófal, játszik Throckmorton, Cade Mace többek között, de nyílik egy kis hely Hubbard előtt, kihasználja. Hetesről be is fut, Chubby. Vezetnek a párducok. Igyekeznek nagyobb meglepetést okozni, mint a Browns, a Jets vagy a Giants. Harmadik és egy, McDanielék túlszínezik Delfineknél. Tua fake sneak, igazából hátradob Mostertnek, akin túlpattan a labda. Fumble a pályáról ki. Pont. Trembül elkapás, Caroline a tight end, átugorja Xavier Howardot, Njoku díjas megoldás, aztán lecsúszik róla Venginkel, hát bravo fiú. Ebből kéne meccsenként egy olyan 7 darab, és akkor lenne tight end játékotok. Filen bevonása után 5-ből 5 jó passz a gyermek, hát oktat a Panthers. Blackshear is fut egyet, Miles Sanders hiányában nem igazán számít, nyilván, hogy ki a futó. Zavarodott a defense, mi az, hogy nekik kéne játékot csinálni. Össze-vissza állnak, gólhelyzet, egy darab sikertelen paszt kiharcolnak David Long blitze miatt, de utána Thielennek belövi a touchdownt a kis dead. 14-0, ahogy vártuk, sima meccs. Tua, ideje, hogy előre tolj egy labdát Tyreeknak bal kézzel, legalább a fél pályára. Jó, elég is lesz kettő playből a drive, utána Vadulnek bombázt be a célba, hát nem megy el odáig a labda. Franklinék elpaskolják az elkapó elől az indítást. Akkor marad a kisebb csak, szégyen szemre, Berrios harmadik és háromra mozgat. Tyreek kap egy egzotikus tapaszt, azzal fut előre gyorsan, lassan akar, de azt nem tudja, hogy kell.
Vadul már a red zone tapossa a labdával, a 3 yardosról Smite motionből indul, repülő rajtal blokkolni. Mostert így zavartalan touchdown. Minden play nehezen követhető play. Miami Football 2023. Kérdés, hogy mennyit kapnak. Thielen igyekszik még hozzáírni. Play action. Mingo is hozzászól a meccshez. Neki azért annyira nem ragad a labda. Ritka incomplete Bryce Young-tól. Chark megy messzire, az nem szokott bejönni. Pont. Helyett Hacker passzol. Shenault elkapja, elírja a nyalókát. Ez igen. Azt mondják a szívük helyén szőrgombóccal élők, hogy szerintük ez kurvára rövid. Miami támadjon. Mostert elindul, borulnak a párducok mindenfelé, egy futásból a 8 yardoson találják magukat. Tua forog, lemozogja Dante Jacksont. Osztja Waddle-nek, touchdown. Vége a tündérmesének, jönnek a nagy erős delfinek. Shenaultot ápolni kell, a futást leszereli a Wilkins. Harmadikra checkdown. Xavier Howard nem ront szerelést. Three and out. Tua három passzból garantáltan hoz egy darab first down-t, igaz, néha csak harmadikra. Waddle villan újra. Harmadik és 8. Mostert, screen. Meg lehetne csinálni a szerelést, de ketten is elrontják. Harmadik és 6. Tyreek berohan Dante Jackson mögé, labdát neki. Touchdown 40-ről, utána sportszerűtlenkedés rádiótelefonnal. Egy lépésre vagyunk, hogy újra Kenut vigyenek a pályára, gól öröm gyanánt. Készfogás, biccentés, ez a megfelelő gól öröm. Miles Austin megmondja. 2 perc még Youngéknak, de nem tudnak semmi kreatív gól örömöt, így nem sietnek a célterület felé. Thielen azért a felezőre elmegy, épül a Pro Bowl kampány, sőt, lőtávolságba is bemegy. Adam Thielen, hát igazi báró lenne, hogyha beszavaznák a Pro Bowl-ra, és ott jelentené be a visszavonulását. Még mielőtt teljesen kifakulna. Errefelé haladunk, ha Minnesota rászavaz. Természetesen a többi elkapó semmit se tesz hozzá. Így Pinheiro field goal a vége 43-ról mellé. Miami kezd, Tua dob 3-at, de egyik se jó. Vagy beleütnek, vagy sürgetve dob, vagy csak túllapos Tyreek felé. Three and out. Youngra megy a blitz. Azért jó, hogyha a slot corner kergeti, mert akkor azonos súlycsoport, csak kicsivel nagyobb és erősebb a védő. Kohu elefántcsont partról. Jön nagyobb is. Backjükre Christian Wilkins 1v1-be van a gárdal, azt tudjuk, mit jelent sack. Utána tánc, mutogatás, kamehame, hát nem ad esélyt egyszerűen Wilkins. Saját tér felén focizik a Miami, ásítanak a nézők, vágd már előre tangó, kihabálnak neki, jó van, nyugi már, megy a labda Tyreeknek a logóba. Tenyere len, visszafordul, sprint tovább, kicsit húzza a lábát a végén, bemegy az öltözőbe, hideg szóda, jégspré. Hogy boldogulnak nélküle? Waddle jól, Ahmed beáll, nem feleteti A-chaint, de a labda az mozog vele. Gólhelyzet. Mostert touchdown. 28-14, megvan a spread. Emiatt azért kellett izgulni 0-14-nél. Young is jól focizik. Hát ő rosszabb közegben, nem tudom, ez feltűnte. Carolina-i közeg az nem olyan jó, mint a Miami. De most nem dob a védőknek. Charkot kiugratja, aki Apple mellett hasznot generál. Mozognak a párducok, harmadik és egyre cserben hagyja Chark az irányítóját, de Frank bácsi nem rest támadni negyedikre. A célba indul Hayden Hurst, akinek 0 labda jutott eddig, tartja ezt a számot. Nem veszélyes az indítás. Tyreek visszatért, megnézik, tud-e még gitározni. Beforgatja távolban Hendersont, elkapja. Jó. Vadőrről leesik egy labda a földre, Dante Jackson interception mutat, de nem. Így akkor Berrios kaphatja következőt, és közelít a Dolphins, még mindig nincs a pályán Claypool. Mire várom, ott van egy hete. Nem tudja playbookot, mi? Ó, várnám karrier megmentését. Robika ben van, ő lelkesen blokkol Mostertnek szemmel. Tua forog, lövi a következőt.
közelíti Marino franchise rekordját Tango Vailoa. Hát azt nem illik megdönteni, ne haragudjatok, 84-ből. 5000 yard fölött 84-ben Dan Marino. Az, amit idén passzon a 7000-et. Mostert átugrik egy pár ducat, ez a cirkuszban is menő lenne. 14 futásból megvan neki a 101 yard. Egy yardról betol még egy touchdown. 35-14. Christian Wilkins, defensív tekül, érintés nélkül indul el a vonalról, bekebelezi a kisfiút. Kergetőzés, még egy coverage sack, utána pont. Mostert elől az összes védőt eltolják jobbra, kihasználja, akkor ő nem jobbra megy. Kísérleti jelleggel egy jump ball megy Ahmed felé, a levegőbe ütköznek vele, aki egy alacsony futó, nincs zászló, pont van, de nem reklamálnak elég hevesen. Az eredményjelzőre ránéznek, jó, hát hozzátok. Statisztikai pumpa helyzetjelentés. Adam Thielen 11 célzás, 11 elkapás, 115 járda. Úton a karrier csúcs felé, a szezon végére, azért az váratlan. Két sikertelen célzásra is sor kerül, az mondjuk szomorú. Hurst és Terrace is beiratkozik a jegyzőkönyvbe. Jó lenne fiúk máskor esetleg garbage time előtt. 4.10, nem sikerül a saját térfélen, oda már Mike White száll be, feltörölni a vért, ezt ismerjük csere irányítóknál, de hát rosszul csinálja, Troy Hillnek pick six. Hallod, Mike White, nem újraélesztés, csak fel kéne menni, felmosni, vágod. Onside kick nem jó, hát kár lett volna. Bejön Chris Brooks Dolphinsba, leendő 1000 yardos futó, valószínűleg 2024-ben, rálökje Dion Jones-t egy másik védőre, így darabol előre, saját csapattársai sem mernek elé menni blokkolni, annyira dühös futó. Ahmed leváltja, touchdown Dolphins. Nincs több kozmetika, ez a vége, 21-42. Miami maradt körfűrész, még ha elsőre nem is indul be, előbb-utóbb belefutott a Panthers is. Nagy ölelkezés a meccs végén Young és Tango Vailoa között. Ne fossák kicsijel, minden kezdet nehéz, majd ha kirúgnak sok edzőt, egy vagy kettő garnitúra múlva jön valaki, aki köré építi a csapatot. Tarts ki addig! Egyébként meg rossz hírek jönnek Frank Reich kispadjának stabilitása felől. A play callingot már leadta. Elvileg előre lebeszélték, hogy így lesz. Az a baj, hogy nem a play calling a baj. Amúgy sok baj nem volt most, mert a press protection hát az olyan, amilyen, de Bryce higgadt volt, nem hibázgatott. Nőjön a komfortérzet hétről hétre, aztán a Bears megörüljön a magas picknek, hát mindegy most már. Várjuk a kiárusítási híreket, állítólag Panthers mindenkit el akar adni, valószínűleg csak harmadiknapos pikkeket fognak kapni, de az se árt nekik. És akkor még... Kettő meccs maradt, egy vasárnapról, egy meg hétfőről, azokat holnap fogom veletek közösen megnézni, átbeszélni, és akkor ezzel véget ér a hatodik forduló. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet mára, külön köszönöm azoknak, akik támogatják a csatornát patreon.com-on, nekik kifejezetten hálás vagyok, és a legkeményebbekkel találkozunk holnap. A tippem a Thursday Night Footballra, így a bizonytalan Trevor miatt egy óvatos New Orleans, a korongosba egy darab egy pontos korongot raktam rá, mert fogalmam sincs mi lesz. Úgyhogy azt így nagyon nehéz megmondani, hogy félig sebesült, vagy teljesen sebesült Trevorral mire lehet képes a Jaguars, inkább akkor azt várom, hogy jól védekezik a New Orleans, rövid hét, nehéz felkészülni, keveset kell a New Orleansnak alakítani a játékán, mert ők egyféleképpen tudnak focizni. A Jaguarsnál, hogyha rosszul van Trevor, akkor többieknek kellene kihúzni őt a szarból, amire nem szoktak jelet mutatni, és hogyha betörd van, akkor meg 4 nap felkészülni csereirányítóval, az nagyon kellemetlen, nagyon konzervatív lenne, még ha fel is szívná magát a defense. De egyébként benne van nyilván, mert hasonló játékerejű csapatokról van szó. Mind a kettő déli, tehát mind a kettő marha erős. Az igazi futball délen játszák. De megyek a New Orleans-szal, mert azzal a nyerészkedés szempontjából többet tudok vinni, és egyébként meg hát eléggé pénzfeldobás jellegű. Na hát akkor ezt most jól elmondtam már, mire meghallgatod, lehet le is ment a meccs. És nem így lett. Reméljük beáll Rourke. Holnap másról fogok beszélni jövő héten, meg majd erről is.
Várlak titeket mindegyikre. Szevasztok!